Kíváncsian várom a véleményeteket. Szervusztok, jó estét! Méghozzá arról, hogy olyan sokat beszélgettünk már, különösen itt az egyenes beszéd végén két emberrel, hogy milyen a Fidesz kommunikációja, milyen a Fidesz kommunikációs gépezete. Ezt így tudtátok, gondoltátok, vagy tudtátok, csak nem sejtettétek, hogy még a kommentelőket és a kommenteket is megpróbálják sablon alapján irányítani? Én azt hiszem, hogy a frakcióit is így vezetik. A Németh Szilárdi nyilatkozatok után nem feltételeztem, hogy ennél bonyolultabb sorvezető van azért a Fidesz képviselők előtt. Komolyra fordítva a szót egyébként, azt gondolom, hogy különösképp nincs oka meglepődés ebből a tekintetben, tehát hogy az abszolút az ilyen felkészítőket küldözgetnek, ezt el tudtam képzelni. Az, hogy ilyen folyik egyszerűségű módszerekkel instruálják a követőket, ez talán némileg meglepett, de alapvetően azt gondolom, hogy az a gépezetnek a része, úgyhogy ebből a szempontból szerintem ez várható volt, hogy ilyen. Az, hogy ebben a formában bukott ki, az különösen érdekes, ugye, hogy pont egy ilyen komplex iránymutatót sikerült nyilvánosságra hozni, ez azért érdekesebbé teszi a történetet. Hát más se látunk, mint azt, hogy ezek a közösségi felületek hogyan válnak a politikai marketing szerves részévé. De ez egy természetes folyamat. Igen, és azt is látjuk, hogy a hírhamisítás, ugye épp az Egyesült Államok, de hát ugye, hogy ez belejár, és ez a fajta, hogy tudatosan folyik az emberek butítása, ez vagy sikerül, vagy nem, ez attól függ, hogy miről van szó. Ezt tudjuk, de én is azt gondolom, hogy itt a végtelen primitívség, ami ebben érdekes, hogy azért mégis csak egy parlamenti képviselőről és csapatáról van szó, nem is új fiú a történetben, nyilván nincs könnyű helyzetben, ha jól értjük, mindenféle ügyészségi eljárások vannak vele kapcsolatban, tehát léphet nagyon rosszat egy ilyen nehéz helyzetben, azért nagyon nem kell, azt gondolom, sajnálni, de azért az, hogy valakik a magának közösségi felületen küldözgetik egymásnak, ez olyan végtelen buta és elképesztően, nem is tudom mit, naív dolog, hogy mintha fölkínálnák azt, hogy lebuknak. El tudom képzelni egyébként éppen ezért, mert én azért igyekszem mindig jó véleménye lenni ezekre az emberekről, mármint az értelmi képességeikről, nem a gazemberségükről, hogy itt valami belső háború van, mert ugye látjuk ennek a másik oldalát, ugye a gyulai polgármester, annak az alpolgármester, egy fideszes belháború szerintem, mint a megyében, és az is lehet, hogy ez nem magától került oda a Facebookra, nem egymással, hanem az egyik föltette a másiknak, hogy lássák, tehát nem akarok ennyi. Tehát nem saját magát buktatta valaki, hanem a másik. Lehet, valaki kedvességből ezt megtette. Végtelen Born írt egyrészt a dolog, másrészt pedig hát nagyon-nagyon, hogy mondjam, rossz arcot fest az egyébként se túl népszerű politikai elitről, hogy most nem akarok később belemenni mondjuk Németh Szilárd jelenségbe, de hát ugye ez a fajta, hogy tényleg egyrészt azt hiszük, hogy az emberek hülyék, bármit bevesznek, ezt is meg lehet velük csinálni. Másrészt azt gondoljuk, hogy ha én valamilyen köztörvényes bűnügybe keveredek, akkor attól, mert valaki írogatta az én komment oldalamra bármit, attól bármi lesz, hát inkább el kellene menni Polt Péterrel és megdumálni vele, hogy mégse legyen olyan nagy baj. Na ez már a rémisztő kategória, amit mondasz, mert hogyha valaki ebből a sorvezetőből, hogy ezt kell írni, tehát a célján valaki elkezd gondolkodni, hogy most miért is akarták, hogy a kommentelők minél többet írjanak erről, akkor csak nem arra gondolt valaki, hogy az igazságszolgáltatás befolyásolása szempontjából ez egyáltalán bármilyen súlyt nyomhat a latba, hogy na de ártatlan vagyok én, tisztelt bíróság, mert a kommentelők is nézzék meg, mit írnak. Tehát, hogy egyáltalán mi értelme? Egyébként én nem mérek ilyeneket, nyilván, tehát fogalmam sincs, hogy milyen hatást lehet elérni azzal, hogyha egy komment folyamban a többségbe kerülnek azok de a vélemények, amelyek... Hát még a saját falamon is láttam már, hogy kisebbségbe kerülök, tehát ez azért nem példátlan. Én valóban nem értem ezeket az ilyen típusú kommunikációs manővereket, hogy milyen hatást érnek el. Lehet, hogy egyébként én becsülöm alá ezeknek a kis közösségnek, vagy kis komment folyamoknak az erejét, és lehetséges, hogy egyébként kis közösségekben ezeknek ereje van, mert ha a délbékési választópolgárok nagy többsége ott gyülekezik Simonka György Facebook oldalán, akkor elképzelhető, hogy van egy olyan közösségi nyomás, amely elbizonytalanítja azokat, akik... Kiket? A hatóságot? Mert ez esetben ja, azt kell elbizonytalanítani. Azt nem veszem azért félesen komolyan, hogy arra számítotok, hogy Polt Péter izgatottan böngészi Simonka György üzenőfalát, és amennyiben többségbe kerülnek a Simonkát védő kommentek, akkor úgy dönt, hogy ezt a vádirat széttépi, tehát azért ilyen, ezt nem feltételezem. Azt igen, hogy ez inkább az kis közösségnek szóló üzenet,
amelyen belül azt a hatást próbálják elérni, hogy garantálják a bizonytalanoknak, hogy itt bizony többségben vannak Simonka György támogatói. Lehet, hogy már én vagyok túlképzett az internet és a közösségi portálok világába, csak én meg ilyen esetben azon csodálkozom igazából, hogy bizonyára ti is láttatok, mert én előszeretettel olvasgatok, általában kommenteket nem, de olyan típusú kommenteket, ami valami termék hirdetés alatt, ha vannak kommentek, hát azok a legzseniálisabbak. Tehát annyira látszik, hogy pont egy, maximum kettő, de inkább egy ember szokta írni, hogy igen, amióta ezt vettem a családomnak, nálunk béke van. Ó, én is úgy éreztem, hogy amióta ez megvan az otthonunkban, sokkal kevesebb a villanyszámlám is. Tehát, hogy egészen gyatra és egy kaptafára készülő kommentek vannak, és akkor gondolja valaki, hogy most elolvas ez, és megveszi a termékemet. De hogy még a politikában is ezt gondolják, hogy elolvasom, és akkor nem lók ki a lóláb, hogy egy kaptafára készültek a kommentek, és azon azt gondolom, ez a politikus jó politikus. Jó, de a Simonka csapat nyilván, ugye ők is olvassák ezt, amit te mondasz, mert ugye az van a szövegben, hogy saját szavaiddal, tehát hogy nehogy lebukjál ebben a szempontból, ne ugyanazt, de hogy mégis a saját szavaiddal. Engem inkább az érdekel ebben a dologban, ha bármi is érdekel ebben, hogy mennyire, ugye van bennünk egy illúzió, itt előtte mi is erről beszélgettünk, hogy itt van egy nagyon professzionális kommunikációs gépezet. De te már több egyszerre azt mondod, hogy ez nem igaz. Amit Fidesznek hívnak, és hogy ez fantasztikus, és a Habony Árpi, és akkor titokban kis ott van ez a Frankenstein, és hogy itt fantasztikus dolgok működnek. Közben meg én azt gondolom, hogy ez a gépezet egyáltalán nem olyan fantasztikus. Látjuk, ez egy pici eleme ennek a gépezetnek, amiből látszik, hogy nem működik a dolog. De hát ezrével, vagy nem is ezrével, de tucatjával tudjuk sorolni. Most arról nem beszélek, hogy Rogán Tóni, aki büszkén mondja, hogy ő felel azért, hogy Orbán Viktor újból miniszterelnök legyen, mondja ezt miniszterként. Tehát ez egy abszurdum. Tehát egy normális országban önmagában elég ahhoz, hogy egy minisztert azonnal leváltsanak. De ez sem, hogy ilyen butasságokat mond valaki, majd azután, hogy elbukik 16,5 vagy 17 milliárd forint egy népszavazási kezdeményezést, ami belehajtja a főnökét, hogy semmi baj, Viktor Kám, ezt nyugodtan csinál, végig meg lesz az 50%. Hozott 3 millió együvé szavazó választott. Ez egy utólagos történetek. Ne, hogy a Kósa Lajos beküldik a TV2-be reggel, és rá két órára a kollégája, az egyik legfontosabb miniszter, pont az ellenkezőjét mondja annak, mint azért mégiscsak itt a Fidesz frakcióvezetéről beszélünk, hogy itt ez a 10.000 forint, hogy adok nektek ajándékba, ez is teljesen abszurd, de mindegy. Nektek 10.000 forint, ami e körül botrány van. Tehát ha belegondolunk abba, hogy ma már a fél ország, még azok is, akik kapják ezt a 10.000-et, még azok is, akik örülni fognak, mert számít nekik. Nem beszélek arról, hogy milyen abszurd dolog, hogy 350-500.000 forintos nyugdíjakhoz mi a fenének kell 10.000 forintos vásárlási utalányt adni, mert ez egy tartalmi kérdés. De hát mi történt itt? A jótékony miniszterelnököt, hát hol itt egy kommunikációs gépezet, ami ahelyett, hogy megbeszélni gyerekek, ki tudják ezt vinni? Hát ha engem megkérdeznek, aki nagyon-nagyon nem értek ehhez, azért csak jeleztem volna, hogy ezt ehhez nem értő köztisztviselők, akinek azért van dolguk, ha nem is sok, mint megtudtuk Kósa Lajostól, nem tudnak 2,8 millió emberhez elsétálni, ez nem így működik ez a dolog. De azért ezek olyan kommunikációs, finoman szóval bakik, ami kezelhetetlenek. Szó sincs arról, hogy egy csodálatos gépezet van, inkább arról van szó, hogy a másik oldalon még ilyen szintű gépezet sincsen. Ez is egy igaz megállapítás, és erről is beszélgethetünk. De ettől függetlenül ez a sikertelen kommunikációs gépezet, mégsem mondhatjuk, hogy sikertelen, hiszen nagyon biztos törzsbázist, új nemzeti egység, vagy hogy is, mit mondott Orbán Viktor a népszavazás után, hozott létre. Tehát, hogy azért nincs veszélybe a Fidesznek a 2018-as választási győzelme. Én pont igen vitatkozni szerettem, hogy illúzió azt gondolni szerintem azt is, hogy azért ez egy sikertelen gépezet lenne, az együtt, hogy vannak hibái, de nem is gondolom, hogy ezek olyan hibák lennének, amelyek rendszer szinten befolyásolják a történéseket. Tehát mondjuk, amiről most beszélgetünk, az egy Facebookra kiadott útmutató, egy kétoldalas kiadvány, ami null ember életére van hatással. Tehát én nem gondolom, hogy a délbékési választókörzet szavazóit is érdemben befolyásolna a döntésük alkalmával, hogy ők a komment folyamban trollokkal találkoznak, vagy nem trollokkal találkoznak. Azt is állítom, hogy a délbékési választói körzet többsége nem is értesül erről a hírről egyébként, vagy erről a dilemmáról. Nem értem meg, tehát ez csak az én felvetésem, és ha értesül is róla, akkor sem gondolom, hogy befolyásolja a döntését az urnáknál. Miként egyébként még maga a kommunikáció sem, tehát például az Erzsébet utalmány, ez nagyon jó példa egyébként,
kabaré, ami azzal történt. Tehát körülbelül 6-8 olyan stratégiai hibán esett túl ez a történet a elejétől a végéig, amelyre azt mondjuk, hogy hát ilyen a világon nincs. Ugyanakkor az eredmény szempontjából szerintem ez is irreleváns, abban a tekintetben, hogy ez meg fog érkezni azokban a háztartásokban, ebben biztosak lehetünk. És én azt hiszem, sokkal több ember van, akinek számít ez a 10.000 forint ebben az országban, mint akinek nem. És az igenis azt gondolja, és okkal gondolja egyébként, hiszen kapott 10.000 forintot, hogy erről makroszinten egyébként mit gondolunk politikailag, hogy ez milyen típusú politika, vagy hogyan áll összefüggésben a 98-2002 közötti polgári jobboldal eszméjével. Az egy másik kérdés. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az Orbán kormány teljesítmény ebből a szempontból, ami a választói közösségnek a aktuális preferenciáinak kiszolgálását jelzi, az egy jó teljesítmény. Ezt látjuk 2x2/3-mal, és ma nem állunk messze attól, hogy 3x2/3-ról beszélsünk. Hát én ezt korainak tartom ennek az eldöntését, hogy háromszor kétharmad lesz, és nem akarok arra hivatkozni, hogy persze, ha nincs ellenfél, akkor ez egy könnyebb történet. De, mert azt gondolom, de hogy... De igaz. De így van. De, és nem is én is azt gondolom, hogy a 10.000 forint egyébként azoknak a nyugdíjasok kétharmadának, akik tényleg a létminimum szintje körül vagy az alatt élnek, igenis számít. És azt gondolom, hogy politikailag egy jó lépés, ha szabad ezt mondanom így, ha már meg lehet ezt tenni, akkor egy ilyen közvetlen miniszterelnökhöz köthető kvázi ajándékot adni, ami még egyszer mondom, egy abszurd helyzet, hiszen miből ajándékozik, honnan van a fene, honnan van a miniszterelnöknek 27 milliárd vagy 28 milliárd forintja, ebből ajándékot küld, hát ez a mi pénzünk, és végre képződött egy kicsit, megkapnak. Én azt gondolom, jó, hogy... Jó, de a miniszterelnök kormányozta úgy az országot, hogy ezt a gazdaság teljesítő képessége lehetővé a miniszterelnök tegye. Kormányzásnak ellenére is a világgazdasági... Nem így mondta. Csak én azt szeretném csak mondani, hogy épp a legutóbbi Republikon, hogy a saját kutatásainkra hivatkozzak itt, ti is szoktatok néha, a legutóbbi kutatásából... Mindig visszavonom. Na. Amikor van. Azt láttuk, hogy a igenis jelentősen csökken, múlt hónaptól kezdve erre a hónapra 7% ponttal, ami már szignifikáns, ez egy komoly csökkenés, a kormányzó képessége a Fidesznek. Tehát amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy ön milyen kormányt szeretne, hogy legyen, tehát nem arra, hogy kire szavazna, mert tényleg kialakult egy hívő tagozat, egy 2,2 milliós Orbán hívő tagozat ma Magyarországon létezik, ezzel egyébként meg lehet nyerni akár kétharmaddal is a választást, ha van egy háromosztatú politikai tér. Erre játszik az egész Orbán történet, erről szól. De azért az, hogy a fideszes szavazók 76%-a gondolja csak úgy, hogy jó az, hogyha fideszes kormány marad, azért az nagyon sok mindent elmond. Tehát én azt gondolom... A fideszes szavazó 76% az vajon mit gondol, vagy a kérdés? Azt gondolja, hogy nagyon rosszul kormányoznak. Én azt értem, de hogyha azt kérdeznétek tőlük, hogy akkor ez a kormány ön szerint rosszul kormányoz, de ön Fidesz támogató, akkor mit tud elképzelni az ország jövője szempontjából? Milyen kormányt? Az a helyzet, hogy az ember nagyon nincs megelégedve azzal, amiben gondolkodik, azért az egy létező helyzet. Tehát ez a fajta belső, az ember nem mindig önazonos magával. Tehát ez egy létező, nem könnyű probléma. Ez legyen a legkisebb baja a magyar társadalom tagjainak. De én még egyszer mondom, szerintem nem lefutott ez a történet. Ha lenne kihívó, ha a bal és liberális oldalon. Ugye erre mi másokféle dolgot elmondtunk, hogy egy tisztességes előválasztás, ami újra pozícionál, ami lehetővé tesz, hogy a hiteltelenség problémáját letegyék ezek az emberek, hogy új arcok kerüljenek a képbe, hogy az összefogásnak nem a mutizás, hanem egy új helyzet legyen az eredménye. Ezek nagyon sokat segítenének, mint ahogy a Jobbiknak is. Az a következetesség, amit Vona 2013 vége óta visz, ugyanazt csinálja, hogy ez jó vagy rossz, ezzel lehet vitatkozni. Hogy a szavazói hisznek benne vagy nem, ezen is lehet vitatkozni. De hogy hoz neki, az biztos. Ma ott tartunk, hogy az az olvasat, hogy tulajdonképpen Orbán kihívója vonal, miközben ez számszerűen egyáltalán nem támasztja alá sem. Ugye azt sem támasztja alá sem, hogy lenne más, és ez a legnagyobb tragédia, persze, hogy ezt elmondtad, hogy nem látunk semmit, ami szemben állna valóban a Fidesszel, vagy egy ilyes típusú alternatívának. Az előválasztás egyébként egy nagyon érdekes kérdés, én is azt gondolom, meg azt is gondoltam mindig a ötlet megjelenésétől kezdve, hogy az olyan típusú politikai innováció, amelynek nem tudjuk, hogy jó vagy rossz az eredménye, hiszen nem próbáltuk. De legalább. Nem próbáltuk, és ez ugye egy próbálkozás, az már is több, mint a nulla. Mert hogy jelenleg a jellegi állás szerint haladunk ugyan afelé, ami 2014-ben végignéztünk, egyszerűen nincs más megoldása annak a jellegi képletnek, amely van, hiszen 14-ben ugyanaz választási rendszer lesz, vagy 18-ban ugyanaz választási rendszer lesz, mint 14-ben volt. Ergo valamilyen típusú
együttműködés kell a baloldali és liberális és vagy liberális ellenzéki pártok között. Az, hogyha ez nem előválasztáson, egy átlátható, újszerű folyamaton keresztül zajlik a jelöltek kiválasztása, hanem a már megismert módon mindenféle kerekasztal, illetve négyzetalakú asztalok melletti vétókkal és vétóellenes kihallásokkal. Ahol mindig van egy Artúr király. Igen. És csak innentől kezd. Hát az már jó, csak hogyha többiek meg mind ki Artúrok, akkor lehetne, ez van annyira nekem, nem jó. Nekem mondjuk zaklatottabb a viszony a monarchiához, úgyhogy mondjuk a királyt levehetjük erről, de van egy Artúr, már az önmagában akkor egy megoldást jelenthet, mert az is jobb, mint a jelenlegi nuksem. Hadd mutassam meg a kedvencemet nektek is, meg a nézőknek még egyszer. Igazából már egyszer az adás folyamán Bodnár Zoltán beszélgetés előtt, vagy közben megnéztük. Újságíróként is nagyon kíváncsi vagyok, mit mondok. Volt politikusként is kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz. Ez az a jelenet, amikor újságírók a parlament folyosóján Motolcsi Györgyöt próbálják kérdezni, és nézzük meg még egyszer, hogy mit válaszol. Elnök úr, a növekedés programról akarja kérdezni a kolléga. Áldott, békés adventet és karácsonyt szeretnék kívánni mindenkinek. Még annak is, aki esetleg kérdezni szerette valamit, de én most erre megyek. Egy pillanat, köszönöm, nagyon kedvesek. Semmiképpen nem, mert dolgom van. Olyan lakásban, életvitelszerűen, ahol nem volt bejelentkezni. Békés adventet kívánok önnek is. És lakcímkártyától függetlenül lakott valakának boldog karácsonyt kívánok. Mi is önnek, de nem ezt kérdeztük. De én ezt válaszolom. Ez is csak ezek keresztük el, mert oda bent is beszélt arról, hogy sokszor. Tehát advent jelentőségére szeretném a figyelmét felhívni, és a karácsony ünnepére. Lesz Begli otthon? Lesz Begli? Nagyon jó. Az a jó. Az a jó. Mit szólsz? Hát én Matolcsi György kalandjairól érzelmi feszültség nélkül nem tudok beszélni, hogy ilyen visszafogottan fejezzem ki magam azok után, hogy a kérdések zöme, egyébként amelyek most elhangzottak, azokra a cikkekre vonatkoztak, amelyek a Népszabadságban jelentek meg kivégzés előtti napokban, hetekben. Azt is gondolom, hogy Matolcsi György jobban járt azzal, hogy a Népszabadság már nincs, hiszen akkor a... Az érzelmi viszonyulását a Népszabadság az eddig se rejtette vék alá. Igen, ugyanakkor a Matolcsi György bátorságára sokat elárul, hogy soha életében nem válaszolt, soha életében, most persze én is túlzásokba estem bizonyára a történtek hatása miatt, tehát hogy egyetlen kérdésre sem válaszolt ebben az időszakban, ahogy itt láttuk, nagyjából ilyen típusú reakciókra számíthattunk volna mi is, de minket még a Beigli ügyi tapasztalatainkról sem kérdezett, minket válasz nélkül hagyott heteken át. Azok után, hogy bezárták a Népszabadságot, rögtön bátran elkezdett bulvárszabizni, és azt hiszem ez a bejátszás pedig mindent elmondott arról, hogy miféle karakterek vannak ma Magyarországon hatalmi pozícióban. Én azt gondolom, hogy ha ez egy ország lenne, ahogy már sokszor elmondtam, nem pedig egy vidámpark, akkor Matolcsi György már lemondott volna, és a Népszabadság vezetői ülnének ezekben a, vagy újságírói ülnének ezekben a székekben, és mesélnének arról, hogy hogyan írták hogy meg ezt a cikket. Meg, ehhez képest fordítva, most én egy kivégzett újság volt munkatársaként vagyok itt, Matolcsi György pedig a parlamentben beiglizik, ez azt hiszem nagyon sokat elárul ennek az országnak az állapotáról. Hát, ugye, én nem tartozom azok közé, akik azt gondolják, hogy itt a magyar társadalom rosszabb, vagy azt se gondolom, hogy jobb, mint a bármelyik más, mondjuk Közép-Keleten vagy társadalom, hogy mi elviseljük ezt. Én azt gondolom, hogy nem működnek azok a rendszerek, amiknek működnek. Hát igen, mert hogy erre az nem működnek azok a rendszerek, hogy működni kellene. Hát ugye ennél durvábbnak gondolom, mert ez csak végtelenül cinikus. De amit a múltkor láttunk a Kövértől, aki egy fiatal hölgyet alázott meg valami elképesztő stílusban, és elfogadhatatlan hazugsággal egyébként ott a mikrofonba hazudott, mert ránézni nem bírt, hanem csak hátrafelé fordulva hazudta azt, hogy az európai országok parlamentben mindben így van, mert egy szemeszedett hazugság. Ugye, ha most én nem titeket akarlak ezzel, meg senkit se tetemre hívni, mindent értek. De ha a magyar újságíró társadalom, nem a magyar társadalom, az elejétől kezdve, például amikor kitiltották először a már nem tudom melyik újságnak, talán az Indexnek az újságíróit, azt mondta volna, hogy köszönjük szépen. Akkor mi nem. És oda csak, akkor még nem nagyon volt több, csak az MTV, meg lehet, hogy a Magyar Nemzet akkor éppen ott tartott, hogy nagyon kormánypárti volt, megy oda. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor szerintem igenis van lehetőség. Igenis, és ezt elfelejti a magyar, mind a média, egyébként bizonyos, hogy láttuk csak a saját területen a tanárokat, láttunk 30-40 ezer tanárt ezelőtt egy fél évvel, talán most már egy évvel lassan, ugye január-februárban, zuhóga esőben ott állni. Látjuk, hogy mennyire igazuk volt. Most megint
ugye vasárnap terveznek valamit. De valahogy kicsúsznak a kezünkből ezek a dolgok, pedig az Orbán ugye ért az erőből. Ugye? Abszolút, ugye az erő... Az csak közös tud lenni, tehát ilyen szempontból egy olyan országban, hogy nincs egy olyan közös normarendszer, amelynek egy minimumát mindenki, tehát valóban, hogyha mindenki kivonul a parlamentből azért, mert az első újságírót kitudják, akkor ennek van ereje. Ha csak az ellenzéki médiumok munkatársai vonulnak ki, akkor az az Orbán rendszernek egy ajándék lényegében, hiszen meg tovább az a gépezik. Végre nem lesz, aki kérdez. Tehát nincs ilyen kísérlet akkor abban a parlamentben. Köszönöm. Folytatjuk tovább egy másik alkalommal.